Ebben a mostani videóban a polifenol vegyületek, az antioxidánsok, a flavonoidok pozitív élettani hatásairól lesz szó. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Az egyik legfontosabb vegyületcsoport, melynek bevitelére mindenkinek érdemes odafigyelni, azok az antioxidáns vegyületek, vagy nagyobb gyűjtő nevükön a polifenolok. A flavonoidok a polifenol vegyületeken belül az egyik fő csoport, de vannak másfajta polifenol vegyületek is, mint például a lignánok vagy a fenolos savak. A fitoösztrogének közé tartoznak az izoflavonoidok és a lignánok, melyek például sokat segíthetnek a női hormonháztartásnak a kiegyensúlyozásában. A polifenol vegyületeket elsősorban azért érdemes fogyasztani, mert csökkenteni tudják a különböző szabad gyökök számát a testünkben. A szabad gyökök mennyisége számos dolog, étel, ital, testi állapot miatt emelkedik meg a szervezetünkben, és alapvetően a legtöbb betegség kialakulásának hátterében ők állnak. Oxidatív stressznek nevezik azt az állapotot, amikor az antioxidáns vegyületek és a szabad gyökök száma között felborul az egyensúly, az utóbbiak javára, tehát jóval több a testünkben a szabad gyök, mint az antioxidáns. A silány minőségű modern ételek hatására is sok szabad gyök termelődik, de talán a legtöbb a stressz és a szorongás következtében, mely a modern életünknek ugye gyakori velejárója, de még az immunrendszerünk is termel szabad gyököket különböző védekezési célokból. Növeli a szabad gyökök számát a testünkben a légszennyeződés is, pláne ami ugye a nagyvárosokban van, a vegyszerek, melyek például a tömegtermelésből származó zöldségekben és gyümölcsökben fordulnak elő, a dohányfüst, az alkohol, a túlzottan átsütött húsok, az erős napfény és sok más is. Megemeli az oxidatív stressz szintet a szervezetünkben az intenzív edzés is, főként a kardioedzések, viszont a kutatások azt mutatják, hogyha az edzések rendszeressé válnak, akkor a testünk ki tud alakítani egy hatékony védelmi mechanizmust, és egy idő után már pont hogy az edzések hatására fog növekedni csökkenni a szabad gyökök száma. Nézzük most meg 7 fontos magas polifenol tartalmú ételcsoportot, melyek sok antioxidáns vegyületet tartalmaznak, illetve azt, hogy mire jó őket leginkább szedni. Az első a katekinek, melyek legjobb forrásai a kakaó, szilva, illetve a zöld és fekete tea. A zöld teát és a fekete teát érdemes minél inkább a természetes formájában inni, tehát nem az agyon ízesítetteket választani, és alapvetően ugye egész évben ihatod. Például ugye kávé helyett, mivel ugye kevés koffeint is tartalmaz, mely koffein nem terheli le ugye a testedet, mint a kávéban lévő koffein. A katekinek sokat tudnak segíteni például daganatos betegségek esetén, kemoterápia és sugárkezelések mellékhatásainak csökkentésénél. Természetesen ilyenkor érdemes olyan készítményeket keresni, amelyek koncentráltan tartalmaznak katekin vegyületeket. A katekinek jót tesznek az agyműködésnek, támogatják a szívegészségét, hatékonyan csökkentik az oxidatív stresszt, például ugye cukorbetegség esetén is. A második a bogyós gyümölcsök, melyek közül a legjobbak a fekete bodza, a fekete szeder, a tőzegáfonya, a fekete berkenye, a málna, a goji bogyó, a mangosztán, a som és a homoktöv is. A bogyós gyümölcsök közül mindenképpen az egyik legerősebb a fekete bodza, melynek számos összetevőjét a gyógyszeripar is felhasználja. Különböző gyógyszer hatóanyagokat nyernek ki belőle. A bogyós gyümölcsök főként antociánokat, flavonoidokat, főként kvercetint, fahéjsavat és bioaktív C-vitamint tartalmaznak nagyon mennyiségben, és mely vegyületek egyébként nagyon jót tesznek ugye a szívnek, az érrendszernek, az agyban lévő és a szemekben lévő apró ereknek, itt ugye csökkentik a gyulladásokat. A bogyós gyümölcsök kiváló rostforrások, miközben alacsony a felszívódó szénhidrát tartalmuk, azaz nem okoznak ugye komoly inzulinválaszt,
így nagyon jót tesznek ugye az emésztésünknek is, és cukorbetegek is ehetik a többségüket. A harmadik fontos antioxidáns csoportba a fűszerek tartoznak, a legerősebb antioxidáns ételeink egyébként, viszont sajnos nem fogyasztunk belőlük ugye nagy mennyiséget egyszerre, így kevésbé tudják kifejteni pozitív hatásaikat, ugye ha csak normál ételekkel esszük őket. A legerősebbek a szegfűszeg, a fahéj, az oregano, a kurkuma, a már említett kakaó, a petrezselyem, a római kömény és a bazsalikon. A fűszerekből érdemes koncentrátumokat fogyasztani, például olajformában vagy kapszulázott étrendkiegészítő kivonatot. A fűszerek elsősorban az emésztőrendszerben lévő gyulladásokat csökkentik, fokozzák ugye az emésztést, elpusztítanak nagyon sok baktériumot, gombát és parazitát is, ezáltal hatékony ugye immunerősítő. A negyedik antioxidáns csoportban az izoflavonoidok tartoznak, melyek legfőbb forrásai a szójaételek. Az izoflavonoidok főként a hölgyek szervezetében fejtenek ki pozitív hatásokat, például csökkentik a PMS és a menopauza negatív tüneteit. A szójaételek mellett jó izoflavonoid forrás a vöröshere kivonata is, mely képes akár 90%-ban eltüntetni a változókor alatt jelentkező kellemetlen tüneteket, mint például az izzadást, vagy például a hőhullámot. Az izoflavonoidok tudatos pótlása főként 40-50 év feletti hölgyeknek ajánlott, mivel ilyenkor ugye megnő a szervezetükben számos daganatféle kialakulásának esélye, melyek kockázatát az izoflavonoidok csökkenteni tudják. Az ötödik antioxidáns csoportban 5 olyan vegyületet sorolnék be, melyek nem tartoznak sem a flavonoidok, sem az antociánok, sem az izoflavonoidok csoportjába, mégis rendkívül fontosak. Az öt talán leghatékonyabb antioxidáns vegyület, melyek sokféle problémánál tudnak segíteni, azok az a glutatión, az astaxantin, a resveratrol, a klorofil és az apigenin. A glutatión vegyület a testünk, glutationt a testünk is előállítja, de étrendkiegészítővel is be lehet vinni, és elsősorban a máj védelmében, a máj regenerálásában játszik fontos szerepet, de sok más emésztéssel kapcsolatos folyamatot is támogat. Az astaxantin főként a tengeri ételekben található meg, például a tengeri algákban és krillekben, és az egyik legerősebb és legsokoldalúbb ismert antioxidáns a Földön, így alapvetően bármilyen probléma esetén érdemes a terápián részévé tenned. A resveratrol, mely főként a szőlőmagban van benne, a szív- és érrendszer védelmében tud nagyon jól fellépni, erős védelmet ad az agysejteknek és az idegeknek, mely például ugye cukorbetegség esetén lehet hasznos. A klorofilla méregtelenítés egyik leghatékonyabb vegyülete, növeli a bőrvédelmet is, például ugye a zöldszínű leveles zöldségekben, klorella algában és a búzafűben van jelen. Az apigenin pedig nagy mennyiségben a nyers petrezselyem zöldjében található meg, és egy nagyon jó gyulladáscsökkentő, mely hasonlóan az astaxantinhoz sokoldalúan bevethető. A hatodik a virágpor, a természet egyik legkoncentráltabb bioflavonoid és bioaktív vitamin forrása, és azért érdemes külön csoportba sorolni, mert az előzőekhez képest egy teljes értékű eledel, azaz csak virágport és vizet fogyasztva képesek lennénk különösebb egészségügyi probléma nélkül akár hónapokig is életben maradni. A virágporban sok van a flavonoidokból, a rutinból, a karotinoidokból, a kvercetinből, kemferolból, ásványanyagokból és glutationt is tartalmaz. A virágport könnyen egyszerűen lehet ugye fogyasztani, önmagában is édeskés az íze, minden korosztály számára ideális eledel a rendszeres antioxidáns pótláshoz. A virágport elsősorban a máj, a bélrendszer, a szív működésének támogatásához érdemes enni rendszeresen, de magas rutin tartalma miatt például a visszerek esetén is a terápia részévé teheted. A hetedik és egyben utolsó, de talán pont az egyik leghatékonyabb antioxidáns az astragalus vagy csütfű kivonat, mely flavonoidokat, poliszaharidokat és egy fontos szaponin vegyületet, a cikloesztragenolt tartalmazza. Ez a vegyület képes a telomeráz enzimek aktivitását megnövelni. A telomer a kromozómát alkotó DNS végén lévő többszörösen ismétlődő részekből álló szakasz,
az életünk során, ahogy ugye osztódnak a sejtjeink, minden sejt osztódáskor, amikor létrejön a kromozóma, akkor ugye a másolata, a telomer egy része nem másolódik le, így a telomerek ugye minden egyes osztódásnál egyre rövidebbek lesznek. Ez egy biológiai óra, ami ugye lényegében megszabja az életkorunkat, tehát ha a telomerek elfogynak, bekövetkezik ugye a halál. A telomerek hosszát nagy mértékben csökkenti az oxidatív stressz is, illetve hát felgyorsítja a folyamatokat, ezért helyes az az állítás, hogy a stressz öregbít, azaz felgyorsítja az öregedésünket. A cikloestragenol képes arra, hogy megemelje ezeknek a telomereknek a védelmét, tehát hatására lényegében lassabban fognak rövidülni a telomerek, azaz végeredményben lassítja az öregedésünket. Érdemes egyszerre többfajta antioxidáns bevinni, mert ezzel sokkal a hatékonyabb védelmet tudsz adni a testednek. Én napi szinten eszek bogyós gyümölcsöket, szedek cikloestragenol tartalmú készítményt, mikroalgákat, virágportkúrát tartok néha, és főként ugye az őszi-téli időszakban minden nap zöld teát iszom. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Tapasztalataidat a témával kapcsolatban oszd meg másokkal is, szólj hozzá, ha pedig vannak személyes kérdéseid, küldd el nekem e-mailben. Ha még nem vagy feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!